Ugyan itt mászunk be. Innen jövünk ki. Ez az Outlast 1-nek a legeleje. No tehát itt is vagyunk az Outlast Whistleblower utolsó részével. És akkor szeretném azzal kezdeni, hogy a napi kérdés legyen az, hogy ez egy világválságot megendelő kérdés, tehát szerintetek melyik megy előre, hogyha gabonapelyhe teszel? A gabonapehely vagy a tej? Kíváncsi vagyok. Már meg lehet, hogy rosszul csináltam egész életemben, de nagyon, nagyon remélem, hogy nem. Azt sem tudom, hogy van-e jó út, annyi a lényeg, folytassuk. Elvileg azt hallottam, hogy nagyjából 10 percnyi gameplay van hátra, ami egyáltalán nem sok. Úgyhogy remélem, hogy ki fogom tudni húzni ezt a részt is egy normális részre. Egyébként hogy vagytok? Én elmegyek egynek. Szokásosan. Igazából... Hát ja, picikét... Nincs a hangja a játéknak. Na jó, megadottam a hangot, fogalmam sincs, hogy mi volt a baja, kiúsztam a füles, meg visszarúgtam, és most van mindennek hangja. Tehát, ami fontos, az az, hogy megint ereszt lefele a székem. Egy picit stresszelek a verseny miatt, de hát ez természetes reakciója ugye az emberi testnek, hogyha valamit nagyon vár, akkor is stresszel egyértelműen. Mit látott utoljára? Ó, az probléma. Ezek az FBI-sok? Igen, ezek a katonák, rendben. Nézzük meg a notes-okat, mit írtunk le. Serve and protect. Szolgáljuk és védünk. Rendőrök, kisegítők, vagy akár privát katonai emberek, akárminek is hívják őket. Itt ugyanúgy esélytelenek, mint mindenki más. Most csak ki kell szabadulnom. Kiszabadulás. Rendben, fussunk akkor. Szerintem én... Rendben, nem rendben. Komplett warfare lett körülöttünk. Jézusom. Egyébként, erre valaki válaszolja, hogyha tudja a választ, nem tudom. A kastély, templom, amikor égett, az ugyanaz a templom, amikor a Martin atya felgyújtotta magát? Tehát ez azt jelenti, hogy ez, a Whistleblower, ez ugyanakkor játszódik, mint amikor az Outlast 1. Technikailag? Nézzük ezt a dokumentumot? Arrébb költözött a Murkoff Facility, tehát a fő doki el mögött, a Murkoff, az nincsen itt már. Őt arrébb vitték. Jó, azt hittem bejön hozzánk Jézusom, mondom, neki állít engem lőni, én itt nem állok jót magamért. Remélem nem fogunk több olyan részt látni, ahol cenzúráznom kell. Nem szeretnék cenzúrázni, bocsánat, tegnapi cenzúrát is, csak nem szeretném, hogy akármi is történjen a csatornával. Tehát én ezt meg szeretném minden részét tartani ennek a csatornának. Nem akarom, hogy az mondja, hogy felrakok egy videót, és akkor hopp, Kevin videó, mehet is rá a sárgaját, tudjátok. Vagy esetleg, hogy kevesebbet ajánlja a videóimat, mert hogy én azt beleraktam. Hát ott rendesen ég minden, ott szó szerint azt mondták, hogy ja. Mi ez a hang? Hála Istennek, nem nyílik. Szerintem kijutottunk, guys. Kezdünk koppa végére érni. És akkor, hát... Nem meglepő, mivel mondtam nektek. Holnap akkor jövök az Outlast 2-vel. Úgyhogy az Outlast 2 az... Fogalmam sincs, nem tudom, hogy mire számítsak tőle. Hogyha lehet, akkor egy szíves ne spoilerezzetek. Ugyan itt mászunk be. Innen jövünk ki. Ez az Outlast 1-nek a legeleje. Az emlékek. Az Outlast 1 legeleje. Miért nem tudok kimenni? Olyan emlékek jönnek vissza, aminek... És itt kinyitotta, ez az Outlast 1-nek az eleje. Tehát... Nem tudom, hogy ugyanakkor-e. De fix, hogy ugyanott játszol, egyértelmű, hogy ugyanott játszolik. De, tehát most gyakorlatilag... A karakterünk után megyünk. Csak az előző játékban. Dokumentumok. 3 vak álmodó. 143068-as és az 142791-es, valamint az 148681-es
Hármas szintű fekete biztonsági protokoll, ami tartalmazza a kémiai visszafogót, fizikai visszafogót és még egy rakatnyi mást a szállításkor. Ezeket a pácienseket vitték el, mert ezek voltak hozzákapcsolva a Project Warriderhöz. És vakok lettek. Rendben. Fantasztikus. Annyira imádom, amikor egy játékban így utoljára végig tudsz menni ugyanott, amit már egyszer láttál. Tehát egy ismerős helyen újra végig tudsz menni. Ezt annyira szeretem. És így búcsúzik el a játék. Ez annyira jó. Hát rendben. Itt dob le minket. Nincsen beszakadva a padló. Ja, mert nem itt dobnak le minket. Library, itt kaptam olyan szinten jumpscare-t, hogy ez nem igaz. Le vannak már izélve, reinforce-olva, tehát nem tudunk átmenni semmiképpen sem. Gondolom nem felfele kell mennünk. Erősen kétlem, hogy lefele kell mennünk. Ez zárva. Ott dob ki minket Chris az ablakon. Lefele talán? Lent vagyunk a földszinten. Gyerünk! Kiárat! Mr. Park! Azok után, amiután többször is elvetted tőlem a kijutásnak a lehetőségét? Már nem azért? Jeremy Blair. Jeremy Blair, a felsőbbrendű felügyelőm. Egy ember, aki levágná rólam az összes bőrt, megsúzna majd, nem olvasom fel, egy előléptetésért. Sérülve és halálhoz közel. Mint hogyha már nem lenne teljesen halott. Annyira próbálok együtt érezni vele. Nagyon próbálom. De nem fogom engedni neki, hogy még egyszer megállítsa, hogy hazamenjek. Jövök haza, Liza. Istenem! De ez az ember! Hát ez basszus! Nem, 1v1, kész! Warrider! Az szafatok. Az egy borda. Gerinc inkább. Az szafatok. Jézusom. Túléltük. Gyerünk, engedjenek ki minket. Odakúszunk. Semmi baj, oda tudunk úszni. Csak engedjenek ki minket innen már. Jó. Kérlek, mondd, hogy ennek happy endingje lesz. Itt vagyok, vegyenek át őrizetbe minden, mentsenek meg ettől a pokoltól. Gyerünk! Itt van. Ez a hatalmas nagy épület. Veszem videóra, hogy kiszabadulok, ezt muszáj megörökíteni. Fix info, csak engedjenek ki, Jézusom, úgy törték be a helyet. Ide be akarok szállni. Nem, csak engedjenek haza. Ott van a... Azének az autója, a Miles-nak. Ezzel jöttünk, nem? És ezzel megyünk haza. Tehát Miles-nak az autójával megyünk haza? Mi? Az Warrider. Az baj. Az csak vezes, üsd el. Fixin fel tudod ütni. Jaj, nem kap el. Tehát most akkor ki... You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive. And we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoics with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over.
Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Igen, megéri annyit, és nem azért, mert ezzel Murkoffot bántjuk, hanem azért, mert ezzel jobban érzem magam, hogy legalább nem történik még egyszer ilyen. Jó, nem érdekel, feltöltjük, kész. Ez volt a Whistleblower. Végigvittük az egész Outlast egyet Whistleblowerrel együtt. És a végén lelepleztünk mindenkit. Most már tudja a világ, hogy milyen egy patkány hely ez a Murkoff Facility. Hú. Hát ez a DLC ez nem volt olyan hosszú, de minőségben egyébként felért az egyhez totálisan. Teljes mértékben felért az egyhez. És hogyha jól tudom, 2 vagy 3 év volt köztük. Ami hát egy érthető development cycle, hogy úgy mondjam, egy érthető fejlesztési időszak. Hogyha jól tudom, 3 vagy 4 év van ez, és az Outlast 2 között, úgyhogy szerintem az Outlast 2-ben ott már volt rutinjuk is, ott több időt is kaptak, úgyhogy ott számítsunk arra, hogy nem azt mondom, hogy jobb lesz, de fix, hogy hosszabb lesz szerintem. Az, hogy mennyire lesz ilyen, hogy például feldarabolnak és mutatják közben a nemi szervünket, azt nem tudom. Remélem nem kell sokat cenzúráznom, mert nem szeretek cenzúrázni az őszintét megvalóan. Látjátok, hogy vágatlanok a videóim mindig, direkt. Mert szeretném úgy megmutatni a játékot, amilyen. De viszont azt nem szeretném, hogy veszélybe sodorja a csatornát. Úgyhogy... akkor holnap jövünk majd az Outlast 2-vel, viszont most még megvárjuk ezt az After Credits-et, mert kíváncsi vagyok, lesz-e mögötte valami. Mert az eredeti Outlast-be, ott, hogyha jól tudom, ott nem volt semmi. Sajnos. Amúgy meg szeretném készíteni, meg szeretném kérdezni, hogy ennek a játéknak a készítői jól vannak-e agyilag? Tehát én azt értem, hogy ja, tehát játék. De viszont nem kellene, őnekik nem kellene esetleg elmegyógyintézetbe lenni, hogyha ilyen dolgok jönnek ki a fejükből? Már nem azért. Nem tudom. Fogalmam sincs. Functionality tester. Az összes név francia. Miért érzem azt, hogy ez egy francia cég? Jó, kezdem azt érezni, hogy itt jó, mondjuk milyen másik cég csinálhatna egy ilyen játékot, mint a franciák. Egyértelmű. Ki mások csinálhatnak ilyen játékot? Rendben. Aztán, hogy egy picikét gyanú... tehát... Sassy-nak érzem, hogy... Éppen a világ egyik legnagyobb outbreak-je van egy elmegyógyintézetbe, és kiküldtek, mi, 4 darab FBI-s kocsi? Tehát az semmi. Kiküldtek max ilyen 20 embert, hát az... Mi az a 20 ember? Tehát szerintem küldtettek volna azért több segítséget, ez már nem azért. Na mindegy, a zenele járt már, és pörög még a credits. Nagyon-nagyon remélem, hogy hamarosan vége lesz a creditsnek is. Nos Families at Emis Porler Support. Oké. Okay. Protected with the financial participation of CMF FMC. Fogalmam sincs semmi az, de én, hogyha ti mondjátok, akkor én egyetértek. Tehát nézik akkor most szépen, hogy akkor lesz-e valami after credits. Talán after credits. Kidobom menübe. Potyognak a könnyeim. Chapters. Plusz hospital, plusz prison. Ezek az whistleblower-esek, gondolom. Jó, rendben. Akkor ez volt az Outlast 1 sorozat. És akkor holnap jövök az Outlast 2-vel. Ez nem lett olyan hosszú ez a videó, mert mi... hát végeztünk. Én mindig olyan rosszkor hagyom abba a játékokat. Mindig úgy hagyom abba, hogy ki meg valahova, van egy cutscene, meg credits, és ennyi. És azelőtt hagyom mindig abba az utolsó előtti részt. Úgyhogy nem, ezt abba kéne hagynom ezt a timingot, mindegy. Holnap jövök akkor. Csösztök. Haló. Bruh.